mindenkinek. Ismét találkozunk. Kismalacok társaságában is lehetünk. Ezzel a kismalacsal mindenkinek fogunk segíteni egy kicsit. És örülök, hogy nem csak valamiféle támogatás, hanem úgy kapják a támogatást, hogy egyet tesznek is majd valamit. Polgármesterünknek átadnám a szót, hogy mondjon pár szót. Jó reggelt valamennyiüknek, és mi azt kívánunk csak hozzá, hogy az a cél, amelyekkel évek óta ezt a programot folytatjuk, hogy ne csak a családnak egyszeri alkalom legyen, hanem adjon esélyt, hogy az otthon levő eszközöket kihasználva, mellé téve az maguk hozzá munkáját, tudását, akkor bővítve, az oldba nem maradjanak egyedül, hanem aminek lehetősége van, tegyen mellé másikat is, és ezáltal ne csak a család lehetőségeit bővítse, hanem bővítse olyan módon is, hogy esetleg piacra kerülhessen, és akkor a család egyéb dolgait is. Kívánok hozzá jó munkát, egészséget, és magyar elfogyasztás, akkor jó ittványat és örömet. Köszönjük szépen. Elmondom a dolog technikáját most, akkor először egy támogatási szerződést fogunk kötni, amiben az fog szerepelni, hogy önök a jó gazda gondosságával fogják ezeket a kis jószágokat gondozni. Itt Kovács László takarmányboltjából megkapják most az első havi takarmányt is, és mindenki természetesen a kismalacot. Ezt a támogatási szerződést kell majd aláírni, és akkor így sorban először átesszenek venni a takarmányt, ott is egy aláírást kérünk csak, és a kismalac után is csak egy aláírást, és aztán mehetnek, és mindenkinek jó nevelést kívánok. Köszönjük. És akkor lehet kezdeni, nem tudom, hároman vagyunk itt a kollégáimmal, mindháromunknál vannak papírok. Tehát tetszerek jönni, mondják a nevet, és akkor nem adatok.